Abban a korban vagyok, hogy a szüleim meghaltak már. És mind a kettejükkel végig kellett csinálni azt a méltatlan, nagyon fájdalmas, mindenféle rangot, az élet minden méltóságát nélkülöző processust, amikor magatehetetlenek voltak, és nem volt intézményes formája annak, hogy hogyan lehet rájuk vigyázni. Tudom, hogyha az én édesanyámnak nem kellett volna 4 évig emelgetni a 90 kilós apámat, amit ő is gyűlölt, apám is gyűlölt, szégyelte magát, anyám is szégyelte magát, akkor nem 4 éve lett volna apám halála után, hanem talán több. És ez egy csöppet sem mindegy. Nekünk nagyon sokat segített, azt muszáj elmondanom, mert így van, és nagyon hálás is vagyok nekik, a hospice. De hát a hospice az a végső szakasz. Ha lenne egy olyan intézményes kerete, ami ezt a terhet, ami egyszerre fizikai és lelki teher, leveszi a vállunkról. Mit jelent ez? Pénzt és egy esélyt, egy szervezett keretét ennek az ápolásnak. Tapasztalatok alapján nagyon jó szívvel és meggyőződéssel támogatok minden olyan aláírást, ami ezt a kényelemből, gyávaságból, szembenézni képtelenségből szűnyeg alá söpört vagy ott hagyott kérdést felnyitja, és minden olyan ívet evidensen írok alá, ami azért íródik, hogy erre legyenek központi források, állami források a mi adóforintjainkból.